Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban a Marolexnek a Mini Viton 500 nevezetű savés lúgálló szóróflakonját fogjuk kipróbálni, amit az Automosó webshop.hu-tól kaptam, viszont ez nem egy fizetett hirdetés, az őszinte olyat fogjátok látni, és ha mint mindig egy jó kis ilyen lúgos APC-t vagy zsírtanítót tettem bele, és majd gumikat és felnit fogok vele tisztítani. Csapassuk! Fiúk, lányok, ez volt a Marolexnek a Mini Viton 500-as sav és hát a leírása szerint lúgálló a kis szóróflakonja. Szerintem jól teszi a dolgát. Arra vettem figyelmes, hogy itt a spritznit mindenképpen jól meg kell húzni, mert ha csak egy kicsit sincsen meghúzva,
akkor csepeg vagy csöpög. De ha jól meg van húzva, akkor minden rendben van. Most az, hogy meddig bírja, ez egy jó kérdés, ugye sok mindennek a függvénye, azért érdemes, attól függetlenül, hogy sav meg lúgáló, érdemes mindig kiborogatni belőle, ami benne van, akár egy másik konténerbe összegyűjteni, vagy valami, meg kiöblíteni a flakont és a szórófejet, hogy azért minél tovább bírja, mert azért semmi sem örök életű. Úgyhogy nyugodt szívvel tudom ajánlani, jó a cucc, mint általában Marolex motyók. Ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, küldjetek egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek volna, és nyomjátok a kis csengettyűt, így nem maradtok le én és ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!